Gólterápia. Minden csütörtök este 6-tól 8-ig. Kérdések, amiket máshol nem tesznek fel. Válaszok, amiket máshol nem hallasz. Labdarúgás minden mennyiségben. A műsorvezető Bíró Dávid. Gólzáporos szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Gólterápia az FM 92.4 Maxi Rádióban, a gólterapeuta ezúttal is Bíró Dávid, és a mai este folyamán Urbán Flóriánnal, az újpesti legendával fogok beszélgetni. Nyilvánvalóan szóba kerül majd a magyar válogatott jelene, múltja és jövője, természetesen a magyar futballnak a helyzete, az állapota, és beszélünk az alacsonyabb osztályokról is, ugyanis jelenleg a nagykörösi Kinizsi vezetőedzője Urbán Flóri. Hamarosan jövünk vele, egy kis zene után. Ez itt mindig a Gólterápia az FM 92.4 Maxi Rádióban, és már is itt van velem a telefonon a túlsó végén, Urbán Flórián. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Nos, ez ugye most neveztek ki téged a nagykörösi Kinizsi vezetőedzőjeként. Én azt gondoltam róla a 90-es években, hogy egy ilyen fantasztikus játékosból reméljük, hogy ilyen fantasztikus edző lesz. Egyelőre ez valamiért nem sikerül neked az áttörés. Minek tudható ez be szerinted? Hátul nem kezdünk mondatot, de mégis így kell kezdenem. Ez egy eléggé hosszú történet. Annak idején, amikor én abbahagytam a pályafutásomat, én is azt gondoltam, hogy borzalmas sikeres edző tudok lenni. Rengeteget tanultam, elvégeztem a megfelelő licenszeket, majd 2004-ben Kutasi Róbert hívására labdarúgást, akkor hagytam abba az évben, és 2004 nyarán Kutasi Róbert hívására mindjárt lehetőséget kaptam az MB2-es Reac kispadján, ahol az első évben a csapattal a második helyen végeztünk, fölkerültünk az első osztályba, ott benne is maradtunk, és utána onnan elkerültem, de úgy alakult a pályafutásom, hogy én is azt gondoltam, hogy nem csak a Reacban, hanem máshol is kapok lehetőséget. Kaptam lehetőséget még Felcsúton és Pápán is, de utána aztán valamilyen oknál fogva kevesebb lehetőséget kaptam magasabb szinten, habár én úgy gondoltam, hogy talán mégis már azért valamilyen formában így tettem annyit, hogy esetleg lehetőséget kapjak. Ez nem sikerült, majd 2014-ben indultam egy választáson, nem politizálok, indultam egy parlamenti képviselői választáson, egy pártszíneiben, amikor is egy vezető politikus egy kávéra hívott engem, és burkoltan arról tájékoztatott, hogyha nem lépek vissza, a jövőm szempontjából nem lesz jó. Hát úgy néz, hogy a jövőm szempontjából akkor ez nem volt jó, hogy akkor én elindultam ezzel a választáson. Akkor gyakorlatilag ez be is igazolódott, hogy azért, mert mondjuk, hogy ellenzéki politikusként indultál egy választáson, nem sikerült bejutni a parlamentbe, de ennek az a következménye, hogy te körön kívül lettél, és szándékosan úgymond elkerülnek azok a meghívások, amiket mondjuk szakmailag megérdemelnél? Kimondottam, ezt így nem tudom kimondani. A tény, hogy ez megtörtént, amit az előbb elmondtam, és az is megtörtént, hogy egy NB3-as csapatnál egy szponzort szeretett volna odavinni, amikor azt a választ adta nekem két nap múlva, és nem tudla, mert azt mondta a polgármester úr, hogy ide más pártban induló ember nem jön edzőnek, tehát ez is egy tény, de azt így kimondottan nem merem azt mondani, viszont mind a két dolog megtörtént. Azt kijelenthetjük akkor nyugodtan, hogy te összességében rosszul jöttél ki ebből az indulásból. Hát én azt mondom, hogy én rosszul jöttem ki. Nekem a futball az életem, és én sosem gondoltam, vagy meg sem fordult a fejemben, hogy én majd akkor leszek edző, hogyha én valamilyen formában én a politikai életben részt veszek, és pont az a mondjuk a vezető politikai elitben kell részt vennem, hogy ismerőségnek kell, hogy legyen. Én azt gondoltam, hogy a munkám alapján ítélnek meg, és nem az alapján, hogy én milyen formában. Még egyszer hangsúlyozom, én nem politizálok, és nem is szeretem, én a labdarúgást szeretem, és szeretnék dolgozni normális körülmények között. De hát úgy néz ki, hogy itt inkább azok kapnak lehetőséget, akik valamilyen formában jól helyezkednek, amit én nagyon jól tudtam helyezkedni a pályán, így az életben nem, és én nem az a típus vagyok, aki embereket hívogat föl, és helyezkedik, engem a munkám alapján ítélnek meg, jelen pillanatban vagy a munkám nem jó, vagy rosszul helyezkedtem az életben.
Említetted, hogy igazából nem politizálsz, de jelenleg a politika nagyon közel van a labdarúgáshoz és általában a sporthoz. Ugye most meghatározó szerepet játszik a magyar futballban, rengeteg pénz önt a kormánya ebbe a sportba. Ez nyilvánvalóan a fejlődést akarja biztosítani. De hogyha már itt tartunk, ha te mondjuk bekerültél volna a parlamentbe, akkor milyen fejlesztéseket javasoltál volna, hogy a magyar labdarúgás jobbá váljon, akár közép, akár hosszú távon? Igen, ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés. Mindenképpen én azt vallom, hogy Nyugat-Európában és bárhol a világon ugyanolyan húsvér gyerekek születnek, mint Magyarországon. Tehát úgy is mondhatnám, hogy is fogalmazzak. Ugye van egy gyémánt, az is egy kődarab, amit ugye kihoznak a bányából. Jó műhelyben, jó szakember, jó szerszámmal csinál belőle egy 1 millió dolláros árut. Rossz műhelyben, rossz szakember, rossz szerszámmal csinál belőle egy 1000 dolláros árut. Jelen pillanatban a magyar az 1000 dolláros áru. Rossz a műhely, rossz a szakember, rossz a szerszám. Mindenképpen ezen kellene változtatni. Én úgy vélem, hogy nem attól lesznek képzett játékosaink, hogyha milliárdokért stadionokat építünk, amiben nincsen senki. A szurkolók ki vannak tiltva, vagyis igaz, nem azt mondjuk, hogy ki vannak tiltva, de a szurkolók nem mennek, mert különböző szabályokat hoznak, amiket nem akarnak elfogadni. Milliárdos stadionok, ahol 100-200 néző lézenk, holott ugye a műhely, ami én azt mondom, hogy először is kellene futballpályákat, ahol kimennek a gyerekek. Kimennek a futballpályára, ki tudnak menni. Jelen pillanatban lehet, hogy kevés futballpálya van. Ugye épülnek ezek a műfüves projektek, amire azt lehet mondani, hogy marha jó. Csak én a nagy pályákból kevesebbet látok, viszont ezek a kis műfüves, ami biztos lehet, hogy valakinek jó, rengeteg épül, csak az pont semmire nem jó. Mondjuk arra, hogy egy iskolai testemény során a gyerek mondjuk ne a betonon szaladgáljon. Tehát először is műveket kell építeni, ahonnan a normális szakembereket oda tenni a gyerekek mellé, aki elhivatott, és az a célja, hogy a gyerekekből jó játékos nevén, és amikor már vannak jó játékosaink, és mondjuk a stadionok már be vannak szűkülve, mert annyi ember tolong, és 20-40-30-50 ezer néző akar bemenni megnézni egy magyar bajnokit, akkor építsünk milliárdos stadionokat, hogy beférjenek. Én úgy érzem, hogy egy picit fordítolunk a lovon, vagy akik ezt így irányítják, egy picit fordítolunk a lovon, és ahogy a kérdésre válaszolva, én egy picit megfordítottam volna, én először pályákat építenék, szakembereket. Ha már hoznék, ugye, hogyha most Magyarországon azt mondják, hogy a magyar edzők nem jók, én pedig azt mondom, hogy a magyar edzőknek kell a legtöbbet tudni, mert úgy fogalmazok, hogy a magyar edzőnek mindent kell tudni. Tehát kell tudni kapus edzőt, gyerekeket edzeni, felnőtteket, minden, de azt nem ért semmihez, meg mindezt, hogy értsen, de nem ért semmihez. Még külföldön ez másképp van, ott megvannak erre szakosodott szakemberek. Én azt mondom, hogy ha én rajtam múlna az utánpótlás csapatok, akadémiák élére, ha már külföldről beszélünk, és ugye Magyarországon nem találnak olyan embert, aki mondjuk ezt tudná vezetni, és ki tudott volna nevelni az elmúlt 10 évben egy kézzelfogható labdarúgót, akiről azt mondjuk, hogy az NB1-ben meghatározott, nem hogy külföldön, NB1-ben meghatározott szerepet tud nyújtani, akkor hozzunk külföldről egy utánpótlás igazgatót, aki megmondja a magyar edzőknek, hogy mit csinálsz, ezt kell csinálnod. Ez a feladatot, ha nem azt csinálod, akkor ki vagy rúgva. Annak idején, pár évvel ezelőtt Klub Brügyben kint voltam a Brügy utánpótlását megnézni, Csepregi György menedzser barátom segítségével, ahol megnézhettem, hogy működik egy belga utánpótlás felépítése. Ugye Henk Marimon, aki az Ajaxnál volt utánpótlás vezető, ő ott a főnök, aki elmondta nekem a felépítését, hogy ő nem biztos, hogy tud kettőt dekázni, de fejben mindent tud. Nagyon fontos, hogy minden korosztálynak 2 edző van, 1 edző, aki labdarúgó múlttal rendelkezik, hogy be tudja mutatni a gyakorlatokat. A másik az lehet, hogy nem kell, hogy fotballozzon, értsen a számítógéphez, meg a bólyákat cipelje. Mindenhol 2 edző, 3 ember csak azért felel, vagy a 3 ember csak arra felügyel, ők nem edzők, csak felügyelik azt, hogy a 12 darab, tehát hangsúlyozom, 12 darab füves edzőpályán, tehát 12 füves edzőpályán, az edzők azt csinálják-e, amit ő a hét elején megszabott irányvonalat, mert ezért ő felel, és a végén egy végterméket ki kell felkadni a felnőtt csapatnak. Ez így működik Nyugat-Európában, Magyarországon nem így működik. Tehát, hogyha lehetne változtatni, akkor ebben a szellemben kéne változtatni, az én meglátásom szerint, de ugye
mindenki saját maga környezetében csinálja a dolgokat. A kérdésre válaszolva még egyszer, én ezen tudtam, vagy ezen próbáltam volna változtatni mindenképpen. Igen, általában ugye a stadionokkal az a probléma, hogy általában az szokott lenni a kritika ebben az irányban, hogy ezek nagyon drágák, valóban 12 edzőpályát valószínűleg olcsóbb megépíteni, mint egy 15 ezer stadiont. Ez biztos, én is azt mondom, és ugye ha van 12 füves edzőpálya, ahol tudnak készülni a gyerekek, és utána abból kinevelünk tehetségeket, akkor azért a nézők be akarnak tudulni, majd akkor kezdjünk el stadionokat építeni. Én szerintem fordítolunk alapon még egy, csak ismertetom magamat. Említetted, hogy megfelelő szakemberekre van szükség. Mik azok a kulcspozíciók Magyarországon, ahova a megfelelő szakemberek kellenének, és milyen karakterek, vagy konkrétan, ha tudsz mondani, hogy ki kellene a kulcspozíciókba? Hát ugye az előbb is említettem, a kulcspozícióban egy vezető, aki egy vezető személyiség, és neki a fejében, nem muszáj, hogy fotballozó, nem kell neki játszani, tudjon mindent fejben, legyen egy vezető személyiség. Én azt vallom, amit rengeteg az akadémiákon, a sógorok, komák, rokonok, haverok felbukkannak, és az elmúlt 8 évben még senki nem sikerült kinevelniük. Én azt vallom, hogy a különböző korosztályokhoz megfelelő emberek kellene. Ugye behozták, hogy ez a társadalmi adós pénz, ami már ugye áramlik a pénz az edzőknek a fizetésére is lehet. A megfelelő szakembereket meg kell fizetni, de mindig a megfelelő korosztályban. Tehát a 15 éves korig, én azt gondolom, legyen az aranyos bácsika, aki simogatja a gyereknek a fejét, oktassa, képezze. 16 éves kortól viszont én már csak olyan edzőket tennék, aki labdarúgó múltra rendelkezik, és a gyereket az életre is felkészíti, fanatizálja, és a győzelemre neveli. 15 éves korig én véleményem szerint semmiképpen nem biztos, hogy a szerencsés, hogy győzelemre neveljük, és az edző veri a mellét a 12 éves korosztályon, hogy micsoda nagy csaci, mert megnyerte a XY meccset, vagy az X bajnokságot, ott oktatni, képezni, nevelni kell. 16-tól viszont a győzelemre nevelni, de ahhoz viszont az aranyos bácsik, akik a könyvből tanulták a labdarúgást, és valami oknál fogva elvégezhetik ezeket a különböző licenszeket, azok már ne legyenek ifi csapatnál edzők, Roda az már szinte majdnem egy felnőtt korosztály, oda azok jelennek, akik már a győzelemre fanatizálják őket, és hogy az életbe kikerülnek, akkor fel legyenek készítve ezek a fiúk arra, hogy az élet nem egy fenyegyik tájéztem, hogy kimegyünk, mert az akadémiákon az én fejemet simogatta a bácsi, és mondta, hogy milyen ügyeske vagyok, kikerül az életbe, és a megyei szinten nem tud futballozni. Mert ő magáról azt gondolja, hogy ő NB1-es játékos, neki az NB1-be kell játszani, mert XY Pista bácsinek azt mondta, hogy ő az ügyeske. Hát ügyeskéket a magyar labdarúgás az elmúlt 10 évben nem tapált, 10-et is kinevelt. Viszont még egyetlen egy labdarúgót sem neveltünk ki, és én ezt azt mondom, hogy ez pontosan az egyik oka, hogy azokban a korosztályokban nem a megfelelő szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel, hanem az aranyos bácsik, akik szépen beszélnek, aranyosak. Ugye Magyarországon azt kell, hogyha valaki megmondja a véleményét, hogy karakteres, azt eltakarítják, hogy az tűnjön el, míg a szépen beszélő, szépen öltöző aranyos bácsik kellenek, csak sajnos a tények elég makacs dolgok, ezek az aranyos bácsik, meg aranyos kisfiúk egyetlen egy labdarúgót nem neveltek ki, akire én azt tudnám mondani, hogy magyar szinten kimagasló teljesítmény nyújt. Nem is azt mondom, hogy külföldön, hogy ugye a belgáknál elkezdtek egy programot, és 10 év alatt kineveltek egy olyan generációt, amit látunk az Európa bajnokságon. Azt gondolom, hogy én így ebben látom egy picit a problémát. Ugye említetted, hogy a karakteres edzőket szokat nem alkalmazzák, de talán pont ez a probléma, hogy ügyeske játékosokat képzünk, és karaktereket pedig nem. Hát mindenképpen ugye nem is, hogy karaktereket, egyéniségek, nincsenek egyéniségek. Nem látni azt, hogy lenne egy egyéniség. Tehát itt nagyon szépen kell viselkedni, szépen kell beszélni, és akkor majd te focista leszel, profi. De ez sajnos ez megmaradt, ez a magyar szemben, ez a magyar gondolkodás megmaradt. Én amikor még játékos voltam 90-es években, és amikor NB1-be kerültem, vagy NB2, NB1-be, akkor ugyan ezzel szembesültem, akik azt mondták, hogy hajjaj, itt nem szabad sört inni, hújúj, csak Coca-Colát szabad inni, mert aki sört iszik, az nem profi, és az a profi, aki üdítőt iszik, meg almalevet, és az te, akkor leszel profi. De ha sörgyő vagy, de azt nem szabad. Kijutottak, mert ezt nem szabad, azt nem szabad. Kikerültem Belgiumba, azt mondták, hogy Marseille, amit akarok. Ha meg akarok inni egy hordósört, ígyek meg egy hordósört, ha bármit meg akarok csinálni, egy a lényeg, edzésre meg a meccsen teljesítsek. Ugyanez van most is. Ezeket a gyerekeket szép egy burokba tartják. Akadémiákon nevelgetik meg, teregetik őket. Nulla egyéniség, nincs személyiségük, nincs egyéniségük, nincsen semmi. Ugye régebben
az utcán nőttünk föl, ott azért kellett egy kis csibészség is arra, hogy túléljük azt, hogy a ketrecbe játszhassunk, vagy bármit. Itt jelen pillanatban nincs. Nem látok egyéniséget, nem látok senkit. Mindenki aranyos kisfiú, szépen be van zsarézve a hajú, kimennek, focizgatnak több millió forintért, aztán utána ebből az van, amit látunk. Igen, ez a zseléhaj, ez nálad egyébként egy ilyen állandóan visszatérő elem. Igazából, tehát hogy biztos, hogy az abban, hogy be van zselézve, mert igazából ő a sztárjátékost utánozza ezzel. Hát tulajdonképpen utánozom embereket, de nem is tulajdonképpen ez, nem az, hogy valaki zselézi a fejét, nekem a szemlélet, meg a mentőt, és az, hogy egy, hogy utánoz valakit, az a halálom. Kettő, ami a szemlélete, hogy én vagyok a gyaszkori, én vagyok a csaszi, meg én vagyok az ügyeske, és akkor majd, de közben nem csinált semmit. Hát kettő, hogy nem rúgott még a labdába, de már azt gondolja, hogy a tévében látta a Ronaldot, hogy azt így kell zselézni a haját, vagy ő is úgy zselézi, mert azt gondolja, hogy majd akkor lesz nagy. Nem attól lesz nagy, hogyha a pályán teljesít. Sajnos, hát igen, ez visszatérő, én ezeket ugye játékosként, amikor ilyennel szembesültem, akkor nem is zselés haja, de az ilyen mentalitással, ez a magamutogató, önimádó, nagyképű, magától elszívült a játékosokat. Azt játékosként ugye sajnos nem tudtam, csak a pályát tudtam írtani, amikor edzésen nagyon rúgostam őket, vagy a meccsen az ellenfélként egy-két ilyen találkoztam, akkor felrúgostam őket a holdra. Edzőként pedig ezeket kimondottan van lehetőségem, írtom, mert a környezetemből mag mindenképpen, mert én ezeket nem tudok azonosulni azokkal, akik nulla munkával nem csinálnak semmit, önimádók, magukat mutogatják, kitalálják magukra, hogy mekkora nagy ászok, közben nulla teljesítő mögötte, ezeket nem tudok azonosulni, és nem kedvelem, hogyha a környezetemben vannak. Egyébként ezek az ilyen mentalitású játékosoknak a mentalitása átragad a többiekre is? Tehát, hogyha még többségben vannak az ilyenek, akkor igazából tök mindegy, milyen tehetséggel rendelkeznek a többiek, vagy milyen szorgalommal, ez átragad. Ugyanakkor, hogyha nagyon szorgalmas csapatba bekerül, úgymond egy ilyen kevésbé szorgalmas, akkor az is átragad rá? Ez a szellem vándorol? Az, amit a második, amit említette, hogyha sok szorgalmas közé kerülne egy ilyen, az nagyon jó lenne, mert akkor ezeből a közegből kitaszítanák, csak amit az először mondtál, az a jellemző, hogy nagyon kevés szorgalmas, vagyis lenne szorgalmas, de ugye aki azt látják, hogy a szorgalmas tenne és menne, az a többi az fog, és abban a pillanatban eltiporják. Tehát abban a másodpercben mondok csak példákat, hogy gyerekekről beszélek utánpótlásban, amikor ha nem rózsaszín, magas szárú, csili-vili cipőbe, amit a gazdagapu megvett 80 ezer az ügyetlen gyerekének, a másik nem abban megy már, abban a pillanatban kiközösítik. Na mi van, neked nem ilyen cipőd van, akkor ügyetlen vagy. És ugye szerint gyerek, aki ugye tehetséges, de csinálna, és a szülőknek nincs arra pénze, hogy 80 ezer cipőt vegyen, csak a fekete-fehér kis stoplis, abban a pillanatban a gyerek ott van vége, és már azt mondja, hogy én többet nem is megyek oda, mert engem ki lettem közösítve. Sajnos nagyon rossz ez a irányvonal, és pontosan, ugye ez rengeteg mondjuk a gazdag szülők gyerekei, ügyetlen gyerekei haladnak előre a futballban, és akik pedig ugye szegények, azok nem tudnak, mert sajnos ezek kiközösítik maguk közül, és hogyha bekerül egy tehetséges, abban a pillanatban ott ugye gyerekként már puff kivégzik. A gyerekeknek azért lelki világa van, mit mond, többet nem megyek. Én azt vallom, hogy nagyon sok ilyen gyerek elkalódik, és ez megint csak ott van, hogy az edzőknek a felelőssége, amikor ezt egy edző látja, abban a pillanatban meg kéne torolni, hogyha bármilyen van egy öltözőben, utánpót lesz, vagy bármilyen formában, csak az edzők sem biztos, hogy ezt megtorolják, mert lehet, hogy ők is ezzel azonosulnak inkább, mert ők is ilyenek. Az edzőnek egyébként biztos csak az a feladata, hogy a pályán minél jobb játékos neveljen abból a futballista tanoncból? Egy kicsit nem kell pedagógusnak lenni, és az élet tapasztalatát átadni neki? Dehogy nem, ez pontosan az előbb is, ugye ezt említettem, hogy az ifi csapatoknál mindenképpen csak olyan edzőket alkalmazik, labdarúgó múlta jelentkezik, aki el tudja mondani a gyerekeknek. Egyéniség is volt annak idején, aki az életre is felkészíti, hogy amúgy fog az működni, ahogy azt ők gondolják. De ugye mondtam, sajnos az edzői kar is olyan, akik aranyos simogatják a fejüket, elvégezték a licenszeket futballpályán, a blast szinten focizgatott, és akkor azt gondolom magára, hogy azt mindenhol szeretem, amikor azt mondják, hogy ő belőle lehetett volna simán NB1-es játékos, csak egy térsérülése volt, és mindig megsérültél, az a pe honnan tudod? Mert mindenki ezt mondja, hogy ő megsérült, meg ifjúbe gólkirály volt, csak azért nem sikerült neki lenni 50-szeres válogatottnak, ezek mindig jókat röhögök. Ezek, ahogy az emberek elvégzik a különböző licenszeket, és ők az életben sem tapasztaltak semmit,
ezáltal nem is tudok átadni semmit azoknak a gyerekeknek. És én még egyszer mondom, a legfőbb 15 éves korig nem is annyira, ott legyenek ezek az aranyos bácsik, akik tényleg simogatsz, vagy edzőt, sima, de 16-tól már ott azoknak kéne lenni, akik pontosan az életre is felkészítik ezeket a fiúkat, és nem engedik, hogy úgy kerüljenek ki egy 19 éves korosztály után, mint ahogy kikerülnek ezek a mai fiatalok. Úgy érzem, hogy nálad nagyon-nagyon fontos az, hogy komoly labdarúgó múlttal rendelkezzen egy labdarúgó edző. Mondjuk egyébként erre vannak nagyon sok ellenpélda is, ott van mondjuk José Mourinho, aki egy nagyon béna amatőr futballista volt, és egy világsztár edző lett belőle. Én nem azt mondom, hogy csak az a jó edző, aki labdarúgó múlttal rendelkezik, a különböző helyekre kell megtalálni. José Mourinho-t említve, egy amatőrből viszont rengeteg dolgozott, a Robson mester mellett volt pályedző a Portónál, rengeteg tanult, kapott egy lehetőséget, és mindjárt azzal élt. Nem muszáj, tehát valószínű, hogy nem csak abból lesz jó edző, ezt még nem abból lesz jó edző, aki labdarúgó múlttal rendelkezik. Könyvből is meg lehet tanulni, bármit nyugodtan meg lehet tanulni. Habár én azt mondom, hogy a könyvből tanulva nem biztos, hogy az olyan jó, de van rá példa, hogy aki elért sikereket. A különböző korosztályokban kellett az egyénségek, plusz ugye a felnőtt csapatoknál is én azt mondom, hogy nem is igazából itt a szakmai tudás a lényeg, hanem az, hogy milyen egyéniség vagy. Tehát lehet, hogy a Mourinho egy olyan egyéniség, aki beállt az öltözőbe, és életében nem futballozott, viszont úgy el tudta ítetni 20 emberrel azt, amit ő szerette, hogy vakon követték, sikeres volt, ezáltal utána még nagyobb respektje lett, és utána a többi helyen is el tudta ezt hitetni, hogy ő az. Tehát az nagyon fontos dolog, észre a felnőtt szinten, az egy hadvezér beáll a pályedző, az egy az aranyos bárcs, aki csinálja a szakmát. Aki beáll oda, az tudja azt, hogy amit ő mond, a 20 ember az vakon kövesse. De amikor beáll az aranyos bácsi a felnőtt csapathoz, vagy az NB1-be is mondta, hogy edzőt bácsikat, akik mondják, szépen beszélnek, a játékosok körberőgik, hogy mit mond, mert nem is annyira érdekli őket. Úgyhogy nem az a lényeg, hogy most valaki formozott vagy nem, személyiségnek kell lenni, egyéniségnek kell lenni, és utána akkor tud sikeres lenni, szerintem. Igazából van egy elhíresült mondatod, ez a tipikus takarodjál oda, mert levágom a fejedet. Ezt tudom, hogy ez egy nagyon eltúlzott mondat, de nagyjából egyébként így kell beszélni a magyar focistákkal, hogy megcsinálják a feladatukat? Én egyetlen egy dolgot tudok, és mindig a saját példáimat mondom el a játékosaimnak, és mindenkinek, hogy ugyanolyan magyar ember vagyok, mint a többi. Tehát amikor játékosként, amikor lehetett, akkor fogtam, és hogy olyan edzőm volt, aki engedte, hogy lébecoljak. Persze, hogy lébecoltam. Hát hogy én megszakadok edzésen. A meccsen mindig mentem, mint az őrült. De mondjuk, amikor olyan edzőm volt, aki engedte, hogy lébecolgassak, meg nem fogta kőkeményen azt a bizonyos, akkor éppen kimentem a foci meccsre, és mit tudom én, a 20. percből szakadtam esti, annyi erőm volt. De amikor kiverték belőlem már elnézést a szart, és kiverték belőlem az edzőm, üvöltött és szét akarta ütni a fejemet, akkor tudtam, hogy merre van az előre. Le voltam edzve, kimentem a pályára, és össze-vissza átgázoltam mindenkit. Tehát én azt vallom, hogy a magyar megcsinál, csak ki kell verni belőle. Azzal, hogy én azt mondom neki, hogy légy szíves, meg szép, gyere már ide légy, és ez pont körbe fog röhögni. Én ezt vallom, én így látom, én így gondolkozok, értem szívem, hogy nem biztos, hogy az a helyes, hogy az a jó. De én nem, ezt látom, én nem tudok úgy beszélni, légy szíves, gyere, mert tudok úgy is, de a magyarból ki kell verni, de viszont akkor, ha kiverjük belőle, akkor megszünet, akkor megcsinálja. Csak sajnos olyan nem sok vagyunk arra, mert olyan nép vagyunk, hogy hát ha lehet, akkor minek fussunk, minek szaladjunk, minek dolgozunk. Ha már ezért fizetnek azért is, hogyha sétálgathatok, akkor inkább sétálgatok. Te azért dolgoztál légiósokkal is, az ő mentalitásuk is olyan, mint a magyaroké? Hát most én légiósokkal, hát ugye komolyan nem dolgoztam, akire azt mondanám mondani, hogy hűha. Dolgoztam légiósokkal, akik ilyen másod-harmad szint osztályú játékosok. Pápám volt, hogy brazil, azokat nem tudom minősíteni, vagy mit mondani róluk, mert azt nem lehet. Ahol pedig máshol dolgoztam edzőként, ott azért én erőteljesen próbáltam távol tartani magamat a külföldiektől, mert én azt vallom, hogy a magyarból ki lehet, a magyar játékos, a magyar
másoknak adjak lehetőséget, és én azt próbálom abba az irányba terelni, hogy egyet, ami a helyes, az véleményem szerint a helyes irány, és egyet meg tudok változtatni, és az életben ez visszaigazol, akkor megérte csinálni az egészet. Tehát én inkább magyar játékosokkal foglalkoztam, és a légiósokat, hogyha egy mód voltam, akkor kerültem. Igen, és elég erőteljesen kampányoltál is még abban az időben, amikor az NBA tele volt légiósokkal, hogy nincs szükség ilyen sok légiósra. Mióta megszületett a fiatal játékos szabály, azóta megváltoztak a viszonyok, sokkal több a magyar játékos. Tetszik-e most az összetétele az NBA 1 csapatainak? Hát, ugye az összetétele, én azt mondom, hogy a legnagyobb probléma az, hogy kötelezni kell valamit, tehát kötelezni kell, hogy a fiatalt játszatni kell, kötelező, ezért majd kapsz pénzt, hogy azért, hát az a legnagyobb borzalom. Tehát nekem mindig az a halál, amikor köteleznek valamire. Magyarországon is köteleztek, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld, mindig kötelező volt minden. Kimentem Belgiumban, nem volt semmi kötelező, de rávezettek, hogy mi a helyes, mi a jó. Ezt is azt mondom, nem kötelezni kéne, hanem az, hogy a vezetőket rávezetni arra, hogy olyan játékosok nevek, hogy adjuk le a fiatalok, azokban van a jövő, nem pedig azokban, akiket külföldre hoznak 3-4 forintért. De sajnos ugye nem bántam a vezetőket, vagy a tulajdonosokat, de hát ezek ezek a kabu menedzserek itt jönnek, mennek, aztán hozzák ezeket a mindenféle semmi nulla szaldós játékosokat, akkor elhitelik a tulajdonos, hogy ez nagyon jó, hát ebben lesz jó, ez játszik 10 meccset, ez nagyon jó, ez most idehozzuk 50 ezer euróért, és egy év és fél év múlva ezt eladjuk 500 ezerért, fú. Én azt mondom, hogy a tulajdonosoknak kéne átlátni, hogy nem ezek a kamu menedzserek által hozott mindenféle senki játékos, hanem a saját utánpótlásába helyezze a hangsúly, vagy utánpótlásra helyezze a hangsúlyt, odahozzon megfelelő utánpótlás szakembert, akárki egy külföldről, aki a magyar edzőknek megmondja, hogy mit csináljon, és minden évben neveljen ki egy-két játékost, akit nem kötelező, tehát nem úgy tesznek be az edzők, hogy kötelező és tedd be, mert akkor mi kapunk pénzt, hanem azért teszi be, mert a gyerek tehetséges. Na az lenne jó, hogyha ez az irányvonal kialakulna, tehát nem biztos, hogy ez Magyarországon meg fog valósulni ez a szemlélet. Van egy másik szemlélet egyébként, ez ilyen sztereotípia, hogy a magyar edző az mind rossz, és a külföldi edző az mindig jó, mindig okosabb. Nyilvánvalóan ez nem így van. Ezt a sztereotípiát hogyan lehetne megbontani valamilyen módon? Hát úgy, hogy a vezetők hisznek a honfitársaikban, és hisznek abban, hogy a magyar edző is meg tudja csinálni, és nem csak az a jó, ami külföld. Sajnos, még egyszer a világban, amikor én gyerek voltam, azt mondtam, hogy mi lesz a külföld, az a jó, a nyugat, na ott minden jó, mert mindig megvan. Bennünk van sajnos ez a berögződési, 48 éves vagyok. Ugyanilyen tudja, hogy vezetők van, hogy ugyanezben, hát magyar az nem jó, de ami a nyugat, majd az a jó, majd onnan hozzuk, hagyjuk már ezt. Hát hagyjuk, itt vannak a honfitársaik, higgyünk benne, higgyünk azokban az emberekben, akikkel együtt élünk ebben az országban. Higgyünk abba, hogy megfelelően képzik őket az edzőképzéseken. És higgyünk abba, hogy adjuk meg a lehetőséget neki. Tehát amikor nem adjuk meg a lehetőséget, akkor honnan tudjuk, hogy ki a jobb, a külföldi vagy a magyar. El kell fogadni, hogyha a külföldről valami jobbat, és bármit csinálnak. Persze, az ember tanuljon, nézzen, na de könyörgöm, mert ott sem a holdról jöttek az emberek, és a űrbolygóról hozzák az edzésvázatokat, hanem ugyanazt csinálják, mint itt most idejött a Bernstorff, mert megmondta, hogy itt majd minden mit kell csinálni. Itt már a Blasz 1-be is kötelező utánpótlás. Sírva könyörgöm, milyen kötelező utánpótlás? Csapatokat zárnak ki a Blasz első osztályból, mert nem tudnak kiállni, mert arra kötelezték őket, hogy a U7-től U19-ig mindenkinek utánpótlást kell lenni. Honnan? Könyörgöm, honnan? Ezek a, hogy a külföldi majd megmondja, én azt gondolom, hogy a saját házunk táján kellene körbenézni, megfelelő embereket kellene a szövetségben alkalmazni arra, akik a bajnokságokat kiírják, és az alacsonyabb szintű bajnokságot is, és utána nem a külföldről, hogy most jön egy külföldi, és valamit mond, akkor az fú, csak az lehet a jó. Nagyon jó magyar szakemberek vannak, nagyon jó magyar szervezők vannak, akik kiválóan meg tudnák ezt szervezni, és nem hiszem, hogy csak az a jó, ami a külföldről jön, de sajnos ez is csak a magyar mentalitás, még egyszer ismétlem magam, hogy az a jó, ami külföldről. Hát nekem nem az a jó, ami külföldről, nekem az a jó, ami itt van ebben az országban. Azok az emberek jók, akik itt élnek mellettem, akik magyarok, magyar nemzetiségűek, nekem az a jó. És én úgy, mint most előbb is mondtam edzőként, én elsősorban azt tettem, hogy tartottam szem előtt, hogy a magyarnak adjak lehetőséget, és ne a külföldinek, inkább egy honfitársam bizonyítsom. Sajnos ez a szemlélet jelen pillanatban nem biztos, hogy ez működik a magyar felsőoktatási vezetésben. Flóri, te egy nagyon őszinte ember vagy, és megmondom őszintén, már nagyon sokszor hallottam azt, hogy
vannak megfelelő szakemberek Magyarországon, vannak jó szakemberek. Tudnál nekem mondani megfelelő szakembert, konkrétan megnevezni, hogy, hogy na ő például egy megfelelő szakember? Hát én erre most azt mondom, hogy így konkrétan megnevezni valakit, hogy mindenkinek megvan a maga előnye, hátránya, eréje. Most az, hogy, a, hogy most megnevezzek valakit, hogy, a, hogy itt van kérem, tessék, ez, ő a megfelelő. Én azt mondom, hogy az eredmények azért ugye makas dolgok, az eredmények azért minősítenek. Tudok olyat mondani, aki már 4. milliárdos klubnál van, de ott semmit nem sikerült még elérni egyiknél se, de viszont nagyon jó kapcsolatai vannak a valakivel. Ezáltal oda teszik-veszi. Olyat is lehetne mondani, hogy nem nevek nélkül, aki... De mondjuk én azt mondom, hogy Pintér Attilát, akkor már említsük, akkor nevet. Pintér Attilát a válogatottnál egy meccs után nem közúttal állt a körvendet, és mindenki jó azonnal. A legnagyobb probléma az én szememben, hogy amikor egy meccs után az MLS elnökség, aki megválasztotta Pintér Attilát, egy meccs után rögtön leváltotta, akkor viszont azt mondom, hogy akkor le kellett volna az MLS elnöknek is rögtön le kellett volna mondania, mert ő vitte oda Pintér Attilát, miért nem állt ki mellette. Én azt gondolom, hogy Pintér Attilát az eredményei minősítik, meg kell nézni, hogy hol, mikor, milyen eredményeket ért el csapataival, és akkor utána, hogy most megfelelő, vagy nem megfelelő szakember, akkor azt tudjuk mondani, vagy azt lehet mondani, nem is nem az, hogy megfelelő, hanem talán van valami affinitása ez a szakmához. Innen fogjuk folytatni, most jön egy kis zene, majd a reklám és a hírek, de utána folytatjuk a második órába továbbra is Urbán Flóriánnal, nem megyetek sehova. Ez itt mindig a Gólterápia FM 92.4 Maxi Rádióban, a Gólterapeuta még mindig Bíró Dávid, és folytatjuk az interjút Urbán Flóriánnal. Ugye a magyar válogatottnál fejeztük be, te neked 40 mérkőzésed van játékosként a magyar válogatottban, azt még nem tudjuk, hogy edzőként mennyi van, de hogyha mondjuk összehasonlítjuk az EB-n szereplő, vagy az Európa bajnokságra kijutó válogatottat azzal a 92-essel, akik a Jugoszlávia ellen játszottak a VB selejtezőt, ahol te is pályára léptél, akkor mit gondolsz, hogy melyik csapat jön neki győztesen a mérkőzésből? Hát, nagyon kérdés, a kérdés nagyon érdekes. Melyik jön neki győztesen? Hát ezt nem lehet megmondani, én azt gondolom, mert nem lehet összesen a kettőt, a körülményeket. Hát biztos, hogy nem mi sérülnénk meg, hogy tőlünk nem lenne sérült. Ott azért lehet, hogy lenne egy-kettő, ebben biztos vagyok. De nem lehet megmondani azt, hogy melyik lenne az. És nem is lehet összehasonlítani a kettőt. Én mindig azt mondom, hogy amikor én játszottam abban az időben, akkor az emberek mindig azt mondták, hagyjad már ezek az ügyetlenek, hát hagyjad már, kikezdek ezzel, nem ér semmit, nem érnek. Hát de még a Törőcsik, Nyilasi, na azok még igen. Amikor a Törőcsik némes időben, akkor még a előtte lévő a Görőcs, na az még igen, Öcsi bácsi, abban az időben még volt foci, ez. Tehát amíg hogy a világ így megy előre, ugye most a mai időben még azt mondják, hogy adjuk már ezeket, de még az Urbán, a Lipcsei, meg a Drana, azok még igen, ezek semmi. Majd amikor el fog telni megint 10 év, vagy 15, és akkor majd mondják, hagyjuk már ezt a fociát, semmi, de még az a Dzsudzsák, az még úgy, ahogy. Tehát én azt gondolom, hogy ezt így nehéz össze, hogy megmondom, hogy ki jön neki győztesen. A világ az ilyen, hogy mindig a magyar az mindig nem előre, nem a múltba néz, hogy azonban az milyen jó volt, és nem az, hogy itt most mit lehet tenni azért, hogy jó legyen a jövőben. Egy biztos, hogy a körülményeket nem lehet összehasonlítani, ami abban az időben volt, meg ami most van. Tehát amit most a játékosok, amit kapnak, akár anyagilag, és a körítés, és bármit, az nekünk még véletlenül se. Tehát nem is láttunk. Én volt úgy, hogy két évig az első osztályban 0 forintért játszottam, mert nem volt pénz. Mindenhol becsaptak, nem adtak egy forintot se. Ma Magyarországon, aki 3 millió alatt keres, az már rosszul kereső játékos. Holott a teljesítmény az nem ugyanaz. Egy barátomhoz szoktam beszélgetni, aki azt mondja, hogy Flóriát, ezek, akik most a pályán szaladgálnak, azok abban az időben nem tették volna be a lábunkat egyik se az öltözőbe. Amikor én játszottam, akkor azt mondták, hogy mi nem tették volna be a lábunkat a Nyilasék idejében. Tehát ez mindig így van, és ezt nem lehet megmondani, hogy ki, hogy melyik csapat lenne jobb. A körülmény, a futball az változik, modernizálódik, jobb és jobb lesz, olyan körülmények lesznek mellett, ami a világgal ugye kell haladni. Nem lehet megmondani ezt, hogy ki lett volna jobb. A tényleg megint csak magas dolgok, ez a csapat fölemelték most már nem tudom 100-ra a részvételet, hogy nem tudom mennyi volt, hogy az EB-re kijutott. Ezt el kell fogadni, az EB-n ők szerepeltek, mi pedig elbuktunk egy jugoszláv ellen nagyon csúnyán.
Igazából, tehát nagyon mókás, ahogy így előadtad ezt a magyar mentalitást, de ebben valóban van valaki, hogy van valami, hogy a mai fiatalok aztán azt mondják, hogy hát igen, a Lipcsei, meg az Illés Béla, meg az Urbán Flóri, azok igen. De azt is említetted, hogy nálatok sokkal kevesebb lenne a sérült. A mentalitásotok sokkal keményebb volt? Tehát, hogy igazából ti harcolni mentetek ki a pályára? Mert minket erre nevelt az élet. Mi csak akkor tudunk túlélni, hogyha harcolunk, mert az utca nevelt minket. Minket nem az akadémián neveltek a Pisti bácsik, meg a Laci bácsik, meg a Sanyi bácsik, hogy simogatták a fejünket, hogy zselész be hajad a kisfiam. Hanem minket az élet nevelt arra a harcra, hogy túl kell élnünk. Akkor lehet labdarúgó, hogyha a ketrecbe is kimész, és túléled a betonon. A betonon betöttünk, becsúsztunk, betrengtünk. Egyetlen egy volt a lehetőség, amikor úgy néztünk, én labdaszedőként úgy néztem az újpesti játékosokat, hogy Istenre. Nekem egyetlen egy volt, 9 évesen lettem először labdaszedő, de azt mondtam, hogy egyszer, 15 ezer néző volt a lelátón, egyszer itt játhassam. Nekem ez volt a vágyam, az álmom, de azt nem adták nekem ingyen. Ezekkel meg kellett harcolnom az életemben. Rakodómunkásként dolgoztam, 2 évig egy ifán ültem. 25 kilós hordokot dobáltam föl minden nap. Hála az Istennek, megerősödtem. Amikor oda kerültem a volánba, nekem édesapám azt mondta, hogy kisfiam, szeretsz focizni? Imádok, édesapám. Akkor nagyon becsüld meg magad, mert kevés ember mondhatja el magáról, hogy abból élhet, amit szeret csinálni. Sosem felejtem el ezt a mondatot. Én minden meccsen úgy mentem, hogy az életemért küzdök. Nem volt megalkuvás. Én harcoltam, küzdöttem, nyerni akartam, mert meg akartam becsülni magam. Ezek a maiak, ezeknek a zsebében van tolva 3 milliós fizetés, aztán pont nem érdekel, hogy mi történik, kimegy, aztán kicsit húzogat, ha alávernek egy komolyabbat, akkor meg sír. Meg kell nézni a nemzetközi porondot, ahol a mai elkényeztetett magyar játékosaink kimennek, és a sokkal ügyetlenebb, gyengébb képességű ellenfelek ellen úgy esnek ki, mint a húzal. De nem azért, mert azok ügyesebbek, meg jobban fociznak, hanem azok harcosok. Abból az országban jönnek, ahol nincsenek elkényeztetve a játékosok, nincs már 19 évesen BMW meg Mercedes a segünk alá téve, nincsenek milliós fizetések, ő meg akarja mutatni. Azért vannak előrébb jelen pillanatban, mint a magyarok. Én ezt látom ebben a kérdésre is, hogy mi az életünkért küzdöttünk, mi harcoltunk azért, hogy jobbak és jobbak legyünk. Van-e olyan magyar tehetség, akinek odaadnád a te mentalitásodat azért, hogy sztárjátékos lehessen belőle? Tehát olyan magyar tehetség, hogy odaadnám a mentalitásomat? Igen. Én nem tudom, mindenki más. Én az én mentalitásom az enyém, az a másik a másiké. Én azt vallom, hogy nekem nem volt példaképem, hanem én imádtam a Törőcsik András játékát, de nem az volt a példaképem, hogy annak akarok lenni. Úgyhogy én is azt mondom, hogy én nem hiszem, hogy adnám, hanem aki játékos az NBA-ben, én azt mondom, hogy ha valamit el akar érni, akkor mentálisan kell erősödni, és nagyon szívesen beszélgetek a nézem közt, hogyha olyan, vagy el akar érni valamit, hogy mentálisan milyennek kell lennie. Most azt, hogy így átadni valakinek, nem tudnék olyat mondani itt hirtelen az első osztályban, vagy a válogatottban, akinek én azt mondom, hogy átadnám a mentalitásomat, és hogy én sem voltam sztárjátékos, amit elértem, azt a lelkesedésem is a szívem meg az akaratom miatt értem el. Nem tudom mondani, Ugye említetted, hogy neked mennyire fontos volt, hogy egyszer az Újpestnek a pályáján játszhassál. Hogyan tekintesz most szeretett klubodra úgy, hogy évek óta nem voltál egyetlen egy mérkőzésen sem? Nekem nagyon... Én ott születtem, 2 éves koromban már a szülém kivittek, és én szinte a pályán, a Megyeri úton nőttem föl a serdülő előkészítő csoportba. 9 évesen ott kezdhettem, ott éltem az életemet, szurkolóként a lelátón, ugye gyerekként labdaszedőként a pályán, aztán 14-15 évesen már a lelátón szurkolóként az Újpest táborban. Én ott éltem az életemet. Nekem nagyon egy picit fájdalmas az, hogy én nem voltam kb. 3 éve, mert akik ott oda kerültek Újpestre valami oknál fogva, bármilyen pozícióba, azok úgy beszéltek velem, hogy nem kellett volna. És én azt gondolom, hogy én sokkal többet tettem azért a csapatért, meg Újpestért, mint esetleg ők. De mert ugye valami oda kerültek, ők azt gondolják, hogy majd ők. Nekem én elszomorító, hogy Újpesten olyan viszonyok vannak, amilyenek vannak, hogy nem kell ragozni, hogy van az FC, meg az UTE, egymást marják, szurkolók kívülről már csak nevetnek, nem mennek a mérkőzésekre. Ez elszomorító, hogy nem lehet, nincs valaki, aki azt mondaná, hogy tegyünk rendet Újpesten, oda vigyük a tulajdonosnak, a belga tulajdonosnak, valaki elmagyarázná már, hogy
hogy akik mellette vannak, nem biztos, hogy az emberek fogják ezt a csapatot előre vinni és őt segíteni, hanem lehet, hogy csak belőle akarnak élni. Ezáltal nem engednek oda senkit, aki az Újpestért akar tenni. Szomorúan látom, ami van. Nagyon szeretnék menni mérkőzésre, de amíg így van, azt mondom, hogy hova, miért, minek, igaz, a szurkoló mindig szurkoló marad, de sajnos szomorúan, nem csak én, hanem nagyon sok barátom látja szomorúan, hogy az Újpestnek a sorsát, hogy nem lehet, hogy nincs senki, aki azt mondja, hogy most tegyünk rendet, aki ott van abban a klubházban, mindenki kifele, és hozni önöket, akik az Újpestért akarnak tenni, és nem az Újpestből akarnak tenni. Említetted a belga tulajdonost, ugye te Belgiumban légióskodtál hosszú ideig, sejtem, hogy beszéled a nyelvét a tulajdonosnak. Nem lehetnél te az az ember, aki elmondja neki a saját anyanyelvén, hogy mik a problémák? Kimondottan jól beszélem a flama nyelvet, és több ember is már próbált jelezni a tulajdonos felé, hogy van egy ember, aki beszéli a nyelvet, a tévig volt kint Belgiumban, Újpest nagyon kötődik, 10 percet beszélgessé vele. Én őszintén beszélek, azt mondták a barátom, hogy azt a választ kapták, hogy neki azt mondták itt a klubházban az emberek, hogy az Urbán az iszik, azt mondja, hogy vele ne beszélgessem, mert az Urbán az iszik. Na most ilyen emberek vannak ott, akik éneket maga a tulajdonosnak. Minden mellett még a tulajdonos is mondhatta, hogy ez nem érdekli és beszél velem, mégsem teszi. Plusz ugye most nem volt, talán fél éve itt volt egy a futball, belga futball magazinnak egy újságírója, akit eljött hozzá megvendégeltem, írt egy cikket valam, és beszélt is a tulajdonos az elment, és ugyanezt kérdezte, azt mondja, Florián, de beszélsz flamandul, Újpesten a Roderick miért nem beszél veled? Hát mondom, nem tudom, mondom, úgyis mész hozzá, kérdezd meg tőle, hogy miért nem beszél velem. Amikor kijött onnan, azt kérdeztem, hogy mit mondod. Azt mondja, hogy ő már egy két évvel ezelőtt beszélt már egy Urbán Floriánnal, és nincs itt beszélgetni Urbán Floriánnal neki. Soha életemben egyetlen egy szót sem váltottam a belga tulajdonossal, úgyhogy én azt gondolom, hogy innentől kezdve nem hiszem, hogy bármilyen tudnék beszélni, vagy lehetne beszélni. Azt sejtem minden esetre, hogy edzőként az a legnagyobb vágyat, hogy egyszer bajnoki címre vezethess az Újpest csapatát, de jelenleg ugye sajnos nem ez a helyzet, hanem a Nagykörösnél vagy vezetőedző. Hát milyen kilátásai vannak egy ilyen csapatnak, és egyáltalán milyen egy ilyen csapatnak a kispadján ülni? Hát az elsőre válaszom, igen, minden vágyam. Gyerekként az volt, hogy ott futballozzak, edzőként az, hogy csak egyszer lövök a kispadra, nem is, hogy bajnoki címre, egyszer lövessék a padra. Az minden vágyam, hogy az megadathasson. A Nagykörösre én a megyei futballban is én úgy mentem neki, amikor ugye a megyei futballban 2013-ban Csomádra kerültem a megye 2-es Csomádhoz, ahol Matyuka Tamás megkeresett, hogy szeretném, hogy a csapat egy osztály följebb lépjen, 5. helyen végeztek. Én ott is szívvel lélekkel, és hihetetlen ambíciát. Tehát én mindent úgy csinálok, hogy a szívvel lélekkel. Nekem nincs az, hogy most megyei foci, meg bármi. A Csomáddal bajnokok lettünk, és én hittem abban, hogy meg tudom találni azokat az embereket, azokat a játékosokat, akik akarnak futballozni. Ott megtaláltam, aztán tovább léptem meccsésre, ahol már olyanban szembesültem, hogy ott olyan játékosok voltak, hogy akiket igazából ez a megértési futballbűnözők, akik ugye nem nagyon kedvelek a környezetemben. Aztán ugye próbáltam ott is csinálni, de aztán nem, és ugye, hogy mentem tovább, kezdtem, próbáltam a játékosokat arra rávezetni, hogy ha már eljössz amatőr szinten, ne az legyen, hogy van kedved, akkor elugrasz egy, ha meg nincs kedved, akkor nem jössz, hanem akkor vállalod azt a heti, mondjuk kett, mondasz, hogy 2000-t, akkor gyere ide, csináld, hétvégén pedig meg foci meccs van. És kezdtem abban szemesülni, hogy én itt bármit csináltok, meg lelkesedhetek, meg mehetek, meg törhetek, meg zúzhatok, de széllel szemben csinálom a dolgomat, és talán mindig vizes leszek, mert azzal szembesülök, hogy ez a mentalitás, ami ma magyar futballban nem csak NBA szinten, de amatőr szinten is van, az valami elképesztő, és ugyanúgy engem is kezd bedarálni a közeg. Hogy már néha azt mondom, hogy nem is érdekel az egélye, mit szenvedek én itt? Néha esténként korán hazajöttem, és azt mondom, hogy minek? Mit foglalkozok én ezzel? Nem érdekel az egész. Nem nagy körösebb ezek korábban. Tehát, hogy értsék, hallgatok is, hogy darál be a közeg, húzd be maga alá. És már néha az a szembesülök, amivel adja az egész, nem érdekel, nem foglalkozok vele, de nem tudok jelenni, mert mindig újabb is, és nem adom fel a harcot, mert akkor is én azt elvom, akkor is megyek át a falon, és írtom ezeket a meg nem értett futballzseniket, és próbálom megkeresni azokat, akik úgy állnak hozzá a futballhoz, ahogy hozzá kell állni, és amiből lehet valamit csinálni,
mindig azt mondom, hogy az amatőr az nem azért amatőr, mert nulla forintért játszik, a profi meg nem azért profi, mert milliókat keres. Fejben dől el minden, az amatőr is készülhet úgy, hogy profi módon készül és akar teljesíteni. A milliókat kereső profinak kezdett játék is lehet amatőr, mert pont nem érdekel az egész. Tehát én azt próbálom megtalálni azokat a fiúkat, akik ambiciózusak, edzésre járnak, amiből én az én munkámat le lehet szűrni. Mert abból az én munkámat nagyon nehéz leszűrni, hogy járnak 5-6-an edzésre, azt utána a hétvégén kimegyünk, és kapunk egy hármast. Hát arra mit mondjak? Nem gyakoroltam velük semmit. Nem tudtam, hogy tehát nem csináltam semmit. Abból nem fogok senki leszűrni, milyen edző vagyok, és még ez is mondom, vagy nem ezért mindig, de azt mondom, hogy a nagyon fáj, hogy nem kaptam lehetőséget. Magasabb szinten a profi körülmények vannak, hogy egyszer egy évig adná meg valaki ezt a lehetőséget. Itt van egy csapat egy évig, nézzük, hogy te érted, hogy nem értesz a szakmához. Ha egy év után profi, tehát akiknek délután edzést kell tartani, ez a dolguk, akkor azt meg lehetne mondani, hogy én értek, hogy nem értek hozzá, addig meg nehéz bármilyen beszélni, de visszatérve, hogy milyen lehetőségek, én azokat szeretném megkeresni a nagykörösön is, akik így gondolkoznak, és összetenni, hogy csak 14, akkor 14 olyan embert, aki mentálisan rendben van, nem egy megélhetési futballbűnöző, nem egy futballprostituált, hanem labdarúgó. Amatőr profi nincs lehetősége. Ezeket kell megtalálnom és megkeresnem, ami nem egyszerű feladat. Mondhatnám azt, hogy tű a szénakazalban, de én hiszem azt, hogy tudok találni 14 ilyen fiút, és akkor meg lehet nézni, hogy esetleg én értek, vagy nem értek a szakmához, amatőr szinten is. Az alacsonyabb osztályokban egyébként vannak olyan játékosok, akik beférnének akár az NB1-be is, csak valamilyen úton, módon nem kerültek oda, akár ezt az előző órában említett, ez a gazdag gyerek és szegény gyerek okok miatt? Hát én azt mondom, hogy vannak tehetség, vannak kimondottan jó játékosok, vannak tehetség, és egy kis edzésért, egy kis, de legalább egy fél éves edzés munkával biztos, hogy el lehetne élni, hogy tudnának ilyen NB1-be játszani. Azt én nem mondom, hogy a megyei szinten perc azon szembesülök, hogy hatalmas egy tehetséget hangálnak, mert sajnos itt is a minőség már megy le. Ugye régebben itt a megyében is azért kimondottan jó játékosok játszottak. Most már sajnos ugye ezek a fiatalok kerülnek oda, vagy akik mondjuk éppen nem kérde az élet másfél vitte és elmentek dolgozni, de mellette még azért focizgatának egy kicsit. Nehéz, de nem tudnám azt mondani, hogy a megyében rohangálnak tucatszámra olyanok, akik az NB1-ben megállnak a helyüket. Ha téged felhív egy csapat, hogy szeretnének téged megbízni edzőként, akkor mit várnak el, hogy felhívnak, elmondják, hogy nekünk van egy klub tradíciónk, szeretnénk ilyen vagy ilyen játékot a pályán megjeleníteni, és le tudod-e oktatni a játékosoknak? Vagy azt mondják, hogy Flóri, tiéd a pálya, mutasd meg, hogy milyen jó edző vagy. Mindig egy a játékosként is azóta nem is itt valásom, hanem a mentőtársam, hogyha valaki engem fölhívott, akkor az engem akart. Valószínű azért hívott föl, és oda nagyon szívesen mentem, és mindig hamar megegyeztem. Amikor most így edzőként fölhívnak, akkor nem az, hogy most ugye amatőr szintről beszélünk, tulajdonképpen itt a lényeg, hogy azért legyen eredmény, meg azért játékosok legyenek ledve. Megkeresnek, én szívesen mondok igent, és jövök el. Amikor azt mondják, hogy ugye mindig fontos, hogy az első beszélgetést én elmondom mindig az elnöknek, tulajdonosnak, vagy bárkinek, aki megkeresett, hogy én nagyon fontos dolgot tartom az életben, hogy mindig abban hiszek, hogyha az elnök, tulajdonos, vezetőedző együtt dolgoznak. Ez olyan dolog, mint hogyha mondjuk ülnek egy lomas szekéren, és a bakon ül az elnök, vagy a tulajdonos, vagy az edző, és hátul meg ülnek a játékosok. Hogyha azt látják, hogy elől az edző jobbra rángatja a lovakat, az elnök meg balra rángatja a lovakat, azok hátul ott nem fogják tudni, hogy merre van az előre, ezért aztán ők is majd ugrálnak hátul. De amikor azt látják, hogy egyes irányban mennek, és hogyha azt mondjuk, hogy jobbra, akkor jobbra, balra, akkor balra, akkor a játékos is tudják, hogy nincs kivés, nincs pajzsa, vagy nincs kivés a pajzson, ezért nem találnak kiskaput, és nem tudnak okoskodni. Tehát én mindig a minden vezetővel leülök, és azt mondom, hogy bármi van, közös munka érdekében, van véleménye, azt mondja el nekem, de nekem mondja el mindig. Üljünk le, beszéljük meg. Lehet, hogy lesz olyan dolog, amivel nem értek egyet. De tudok vele azonosulni, és azt mondom, hogy igen, kérem, és sohasem fogom hátba támadni, hogy azt mondom a játékosoknak, hogy hát bezzeg én, tehát különben meg te, hát nem fogok mondani senkire, mert egyfelé kell húzzuk a szekeret.
Tehát én azt vallom, hogy mindig a vezetőkkel lekülni és meg kell beszélni, mert másképp ez nem működik. Tehát elmondom egy történetet, annak idején, amikor Reac csapatával volt, hogy a szegedi meccs után hazasétáltak, mindenki rám vetti, hogy én és hogy az Urbán az a játékosokat megsétáltatta, és mekkora az nem az én ötletem volt, hanem a klubvezetője, akinek én azt mondtam, hogy vigyük haza, hogy nehogy hallottadjuk be őket, vigyük haza. Azt mondta, hogy nem. Soha nem hallotta tőlem senki az életben. Soha sem, egyszer sem, egy játékosom sem, hogy én, hát bezegény gyerekeket le, én haza akartalak hozni, de az a vezető. Soha. Azt mondták, hogy én vagyok a szemét, legyek én a szemét, nem értettem egyet, azonosultam. Tehát én minden vezetőm, amikor leülök, én ezt mondom, hogy egyfelé kell húzni, és akkor lehet jól dolgozni, mert az nem működik, hogyha egymásra mutogatunk bármi miatt. Meg azt azért kérem, hogyha egy módon rá, nem mondják meg, hogy kinek kell játszani, mert az nem annyira jó. Azt nem kedvelem. Ha megmondják, hogy kinek mit mér és hogyan álljon fel a csapat, én gondolom azért jutok oda, mert én mondjam a véleményét, én elmondom az enyémet, de egyfelé húzzunk, tehát én bárhova megyek, hogy bárhonnan hívnak, ez az első, hogy leülök, és ezt rögtön megbeszélem, hogy lehet vélemény, beszéljük meg, de hogyha de mi ketten, vezetők, egyet mondjunk mindenki felé, bárki odajön, akkor mi azt mondjuk, hogy ez erre van az előre. Olykor nem érzed azt az edzéseken, mint hogyha a Loser FC reality folytatását élnéd meg? Hát nem érzem azt. Nem, mert azért ügyesebbek azért, mint akik a Loser FC-ben voltak, azok nagyon aranyos fiúk voltak, de hát ugye a labdát azért hírből sem ismerték. Nem érzem azt. Én próbálom az edzéseket is maximálisan olyan edzéseket, ami az én elképzelésem, és az nem teszek különbséget amatőr, meg profi csapat között, meg edzés van, ahol technikai, taktikai, fizikális, amiket fölépítek. Nem érzem azt, hogy így egy Loser FC-s forgatáson lennék így a megyei futballban. Annak idején ezt a reality forgatást, ezt miért vállaltad el? És egyáltalán a reality műfajáról hogyan vélekedsz? Hogy miért vállaltam el? Megkerestek ott is, tehát az is egy megkeresés volt. És amikor engem akarnak, akkor nagyon örülök annak. És volt egy casting, ahol többek között, ha jól emlékszem, több 20 másik edzővel egyetemben engem is egy castingra elhívtak, ahol elő kellett adnom egy jelenetet, hogy éppen az egyik játékos nem azt csinálta, amit kértem a meccs előtt, és a fél időben mit mondott neki? Hát azt majd mondtam neki, hogy zengett az egész ház, és azt mondták, hogy megvan, ne keresünk tovább, ő lesz az, mert oda tulajdonképpen nem is az kellett, hogy vagy nem is tudom ebben a rejtőben, hogy nem az kellett, hogy szépen beszél, meg szépen hogy légy szíves, gyertek ide, meg ide tolódjál, nem ott egy személyiség kellett, mondom, bennem látták meg azt, hogy sem kell, akire leüböltem a fejét bárkinek. És hogy miért vállaltam el, mindenki hiú. Nekem azt nem mondja senki, hogy bárkit felkértek volna, ez nem vállalja el. Az hazudik. Én is mindenkiben. Van egy pici apró hiúság, hogy szeretne szerepelni, előrébb jutni. Ez egy ilyen műsor volt, akkor pontosan nem volt semmiféle munkám, nem volt csapatom, és úgy gondoltam, hogy ez egy érdekes dolog lehet. Értem szó, hogy nem szakmai kihívás, hanem ez érdekes dolog. És mint mondottam, hogy mindenki van egy pici újság, hogy lehet szerepelni, bennem is talán ez volt, és ezért vállaltam el ezt a történetet. És alapvetően a realitikről hogyan vélekedsz? Hát, én azt mondom, hogy ez a műsor, ez egy egészen nézhető, és ez egy aranyos történet volt, hogy tényleg 14 olyan fiúban, akik nem láttak labdát, össze kell rakni egy csapatot. Én azt hiszem, hogy ez talán egy nézhető volt. Hát én ezt a többit nem tudom, hogy nézeketem, mert egyszerűen ez így bohozza. Tehát én ezt megmondom, és nem, vannak különböző dolgok, de van egy-kettő, ami talán nézhető, de annyira nem. Ugye, bár én is szerepeltem ugye az egyik műsorban, egyszer-kétszer. Értem, hogyha megkeresnek, akkor ugye megint csak úgy, ahogy mint mondtam, hogy a szereplés esetleg az egy érdekes dolog lehet, de van olyan műsor, amire azt mondom, hogy igen, nézhető, de van olyan, amit az életem nem nézhet. Meg nem is nézem. És itt a műsor végén még két érdekes kérdésem lenne, hogy ki volt az a legjobb játékos, akivel valaha egy csapatban játszottál, és ki volt a legkeményebb ellenfél, aki ellen borzasztó volt játszani? Hát én mindig azt mondom arra, hogy a legjobb, akivel valaha egy csapatban játszottam, mint hogy korábban sem volt nekem példaképpen,
Erre is igaz, hogy én voltam a legjobb mindig minden meccsen, és én voltam a legjobb játékos, de a viccet félretéve így nem tudnám azt mondani, hogy ki volt az, akivel, akire azt mondom, hogy hűha, mekkora nagy... Játszottam a Déterlőssel, én csodáltam a technikai tudását, Kiprik Józsival játszottam, Kovács Kálmánnal, régi időkben Lipcsei Petrivel, akit kimondottan ugye jó labdarúgó, és a régi időkben, vagy abban még az én időmben játszott, ugye fiatalként játszottam a Dömékkel. Így azt nem tudom megmondani, hogy ki volt az a legjobb. Egyéniségek voltak, akinek mindegyiknek megvolt az a maga kis szigeté, vagy amiben jó volt, és abban kiemelkedett. Tehát egyben volt jó, Kiprik borzalmas lendetben jól cselezett, szenzációsan rengeteg gólt rúgott, az élmény volt nézni. Abban volt jó, a másik abban volt jó. Most az, hogy ki volt a legjobb, így nem tudnám megmondani, és nem is szeretném. Most egyiket sem azt, hogy igen, ő volt a legjobb. Azt pedig, hogy ki ellen volt a legkeményebb. Én nem is azt mondom, hogy a legkeményebb, akit mondjuk, én azt mondom, hogy csodáltam, a Thomas Hessler, akit egy Magyarország-Németország mérkőzésen a stadionban 0-0 volt. Hát gondoltam, hogy az ötödik perc, majd akkor most itten bemutatkozok, hogy majd jövök. Mert olyan pici volt az ember, és olyan úgy nem volt a súlypontja, hogy mielőtt odaértem volna, hogy megrúgom, addigra már túloldalam volt, és elszart mellettem, és csak nézgélődtem, hogy hova lett. Aki ellen játszott, nem azt mondom, hogy a legkeményebb, hanem aki ellen játszhattam, és a legcsodálatosabb élmény, még akkor is, hogy engem hülyére vett és rohangáltam, mint kókafalon, az a Thomas Hessler volt, akit én azt mondom, hogy aki ellen labdarúgó, egy zseniális labdarúgó volt, egy zseniális az én szememben. És még egyszer úgy mondom, hogy tényleg hülyére vett, mert nem tudom, hogy hol vagyok, de mégis csodáltam, mert szenzációs volt, és élmény volt ellen játszani, tehát azt tudom erre is mondani, hogy talán ő, de több nagy egyéniség is volt, aki ellen játszottam. A legkeményebbre azt mondom, mindig én voltam a legkeményebb, úgyhogy nem volt kemény ellenfelem. A rengeteg élményedet egyébként most egy könyvbe szeretnéd összegyűjteni, amin most dolgoztok. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Ugye az elmondottakról rengeteg dolgot mondtam el, és beszéltünk sok mindenről, és örülök ennek, hogy ezt elmondhattam, ami bennem volt, de ezt én évek óta írom is, egy íróval összesen. Ezeket az élményeket az, ami a hatásért, és mi a különbség a magyar és a külföldi futball között, vagy a magyar játékos és a külföldi játékosok között. Bízom benne, hogy hónapokon belül, egy-két hónapon belül kész lesz a könyv. Voltunk itt az íróval Belgiumban is, megnéztük, ugye, hogy meg pont, hogy megnézze, hogy amiről beszélek neki, hogy ott kint mind van. Úgyhogy amikről így beszéltem, vagy így elmondtam, az nem sokára könyv. Benni sokkal, sokkal több történettel és sokkal több, sokkal nagyon sok érdekes dologgal fog megjelenni. Bízom benne, hogy sikerül ezt 2-3 hónapon becsülni, de nem szeretném azt mondani, mert azt nem szeretnék, tehát a terv az volt, hogy karácsonyra kijön, nem akartuk összecsapni, most sem akarjuk összecsapni, én azt szeretném, hogyha egy olyan jön neki, amit elolvasok, és azt mondom, hogy igen, ez mehet, úgyhogy bízom benne, de azért ezt így elmondanám, hogy egy könyv is készül az életemről, és azokra a dolgokra, amiket tapasztaltam a labdarúgásban és az életben. Hát akkor elmondhatjuk gyakorlatilag, hogy az interjú bővített formában hamarosan a könyvesboltokban. Ez pontosan így. Elmondhatjuk, igen. Rendben. Urbán Flórián, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a műsorban. Én is köszönöm a keresést. Ennyi fért a ma esti gólterápiába. Urbán Flórián most már a sokadik ember volt, aki a gólterápiában azt hangsúlyozta, hogy a magyar játékosoknak elsősorban a mentalitással van problémájuk. Lehet, hogy érdemes lenne odafigyelni erre a gondra. Jövő héten is lesz gólterápia, tartsatok velem akkor is. További szép estét, én Bíró Dávid voltam. Sziasztok! A műsor partner oldala a cégközép.hu. Ha tetszett a műsor, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és oszd meg barátaiddal is ezt az élményt.